Jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem jól látszom, jól hallatszom. Kicsit óvatosan próbálok beszélni, mert nagyon érzékeny a kamerám, és hogyha elköhintem magam, akkor lehet, hogy elkezd megint sípolni. Úgyhogy licélezzetek már vissza, hogy mennyire hallható most a hang. És akkor elkezdjük a mai tréninget. Látod, hogy kicsit ilyen rohanásban vagyok ma, mert hagyjátok, ha nem, most egy olyan periódus van, hogy folyamatosan írnak rám, folyamatosan csörög a telefon, pedig nem is adtam meg a telefont, nem tudom, honnan szedik meg, vagy szerzik meg, és tréning előtt is, tréning után is folyamatosan tárgyalunk, mesterelmézünk vezetőkkel, hogy hogyan menjen tovább a stratégia, mert úgy néz ki, hogy tényleg dübörögnek a regisztrációk, akik követik ezeket az utasításokat, azok egyszerűen tudnak teremteni. Na most a mai tréning arról szólna, nem tudom, jó címe, hogyan tudj visszautasíthatatlan ajánlatot adni. Visszautasíthatatlan ajánlatot. Ugyanis ez a varázslat lényege, hogy egy olyan ajánlatot tudjatok adni, amit szinte gondolkodás nélkül elfogadnak. Azért mondom, hogy szinte, mert ha teszel egy jó ajánlatot, és a megfelelő módon tálod ezt, saját példáidon keresztül, egyszerűen regisztrálni fognak az emberek. Követni fognak és regisztrálni. Ugye tegnap mondtam nektek, hogy hogyan tudod tűzben tartani saját magad meg a társaidat, illetve a követőidet, meg hogyan tudsz követőket generálni. Itt mindig az a lényeg, hogy lássák rajtad, hogy neked van egy irányod. Tehát te mész valamerre, és hogyha jó az irányod, és ezeket támasztod alá különböző felismerésekkel, egyszerűen úgy jársz, mint én, hogy folyamatosan jönnek, beszélünk, egy irányba nézünk, és megyünk. Jaj, csak jelen menjen a kamera. Oké, nézem közben. Nyomjatok már egy igent, hogy jól hallatszom, jól látszom, mert nem akarom, hogy megint is besípoljon ez a kis kamerám. Pedig ez egy nagyon jó 920-as Logitech, tehát ez egy nagyon spéci kamera. Érzékeny a lelkem. Na, szóval, hogyan tudsz egy visszautasított ajánlatot adni? Be kell kategorizálni magad. Tehát írd föl nagybetűvel, hogy be kell kategorizálni magad, hogy most mi a helyzet. Tehát ezt írd föl, hogy most mi a helyzet. Mi az, amiért téged fognak választani, és nem mást. Egy olyan helyzet van most, hogy szinte sugallanod kell a biztonságot. Ha hiszitek, ha nem. Tehát most az első számú prioritás fontossága biztonságnak a sugárzása. Tehát most nagyon erősnek kell lennetek, és ez sugározni kell rólatok, mert most ezt nézik az emberek. Folyamatosan jönnek olyan megkeresések. Figyelj, itt találtam egy céget, nézd már meg, hogy ez most jó-e, vagy nem jó-e, vagy érdemes-e ebbe belemenni, vagy nem. Mert az emberek még nem is értenek hozzá, hogy hogyan nézzenek utána egy cégnek. Na most, én mindig mondok lehetőségeket, ami szerintem jó. De én utána néztem ezeknek a dolgoknak. Megnéztem, hogy biztonsággal tudok-e arcot adni egy bizonyos üzletnek, vagy üzleteknek, és csak akkor megyek bele az elmúlt tapasztalatokból ítélve, hogy tényleg egy jó dolgot tudjak nektek adni. És én ezért találtam ki, illetve leporoltam most a hármas stratégiát, ugyanis a hármas stratégiával többet tudtok adni az embereknek. Tehát nem csak egy üzletet ajánlasz. Nem csak az, hogy hát én most beléptem egy üzletbe, jaj, de nagyon jó, meg megoldja a problémáimat, hanem ki tudsz tűnni a tömegből. Tudod, miért tudsz kitűnni? Mert tudsz kérdéseket föltenni. Következő kérdéseket föl tudod tenni, hogyha mondjuk így beszélgettek, hogy te milyen cégben vagy?
és akkor válaszolnak valamit rá. Biztonságos ez a cég, biztos. Tehát tényleg, és akkor mondják, hogy hát persze, igen, meg úgy próbálom téged meggyőzni. És a következő kérdés csak annyi, hogy te ezt hogyan tudod menedzselni? Hogy tudod eljuttatni az emberekhez? Ezt így könnyen meg tudod? Ha beszélgetek emberekkel, és ráírok a Facebookon, ismered ezt az üzletet, meg figyelj, ez a világ legjobb üzlete, most csatlakozz, mert le nem maradj, tudod? Így csinálod, vagy ismered az új módszert? Ismered azt a módszert, amivel úgy fognak csatlakozni hozzá, hogy neked nem kell csesztetned, hogy csatlakozzon? Egy ilyen beszélgetést képzelj el. Hogy melyikre mozdulnál rá szívesebben? Egy állandó nyomulásos ajánlatra, vagy egy olyan dologra, hogy figyelj, biztos, hogy jó a te üzleted, tehát hogy jövök én ahhoz, hogy a te üzleted ne legyen jó, el tudod vinni ezt az üzletet, azt a hírt, úgyhogy hogy ez jó legyen, hogy be is lépjenek. És erre hát mi a válasz? Hát, annyira nem. Figyelj, nézd meg ezt. Én ezt használom, nekem nagyon jó bejött, próbáld ki. Legfőjebb egy hónapig próbálgatod, és azt mondod, hogy hát ez nem az én világom, és akkor nem kerül semmi pénzedbe. De egyébként meg, ha azt mondod, hogy nagyon jó az üzleted, mert tényleg mennyi pénzt lehet keresni, 25 dollárral tudod menedzselni, erre mi lehet a válasz, tudod? Hát vagy az van, hogy hát jó, oké, kipróbálom, mert szégyelli azt mondani, hogy hát én nem keresek annyi pénzt, hogy most hogy havi 25 dollárt így beinvestáljak hozzá, vagy pedig, tudod, ez a kifarol a beszélgetésből. Én nagyon sokszor voltam régen úgy, hogy ilyen gerilla módon, nagyon csúnya módon mondtam, hogy oké, elhiszem, hogy jó az üzleted. Nem tudom, hogy te mennyire vagy otthon a menedzselésbe, de itt ez a módszer, ez tuti. Ez ennyibe kerül, 25 dollár, és akkor mondják, hogy hát igen, mondom, őszintén válaszolj meg, hogy most mi a probléma, hogy nem akarod megtanulni, vagy nincs 25 dollárod, mert valamit nem érted. Az elébe azt mondtad, hogy mennyi pénz van a cégben, meg mennyit lehet keresni, mert nincs 25 dollár, tehát valamit nem értek. És ezzel, mondom, ez egy gerilla tárgyalási módszer, én most nem azt mondom, hogy ezt te csinált, de amikor már nem tudod lerázni az embert, mert tudod, hogy te nem akarsz becsatlakozni, mert te téged megkeresnek, akkor esetleg ezt tudod mondani. Csak így mondok egy ilyen érdekes tárgyalási technikát. De visszatérve az eredeti témához, ugye, hogy hogyan tudsz visszautasíthatatlan ajánlatot adni, úgy, hogy kiket tűnöd a tömegből, a kategorizálással egyébként. És akkor kategorizáljunk. Nézzétek meg, hogy most mi az a lehetőség. Tehát a bekategorizálás, az, hogy milyen lehetőségünk van, lehetőségetek van most jelen pillanatban pénzt csinálni. Ugye a régi hiedelemrendszerre az, hogy mennyire dolgozni látástól Mikulásig, és szakíts szét magadat 40 éven keresztül, és utána, ha van szerencséd, akkor amennyi pénzt kaptál a munkahelyeden, annak a feléből kell megélned egyik napról a másikra. Hatalmas perspektíva, nem? Tehát így ez a régi hiedelem. És hogyha most ugye elkezdesz más csinálni, akkor ugye elkezdenek a támadások jönni, hogy tudod, családtagok, szülők, minden, hogy képzeled ezt, hogy te most ezt csinálod, egy networker akarsz lenni, meg sok ember jutalékából akarsz, hogy ez mekkora baromság részesülni, egy mekkora baromság, és tudod, most választás előtt vagy most jelen pillanatban. Kategorizáld be magad, hogy mindig a régi hiedelmeknek hiszel, vagy azt mondod, hogy követek én olyan embereket, akik ebben már járatosak, lemodellezem őket, mondjuk kiépítek értékesítési csatornákat, és elkezdek kommunikálni az embereknek. Mondom a csalafintaságot. Kategorizáljuk be magunkat
egy bizonyos összegbe. Sokszor föltettem nektek ezt a kérdést, hogy mennyit keresnek Magyarországon, meg szerte a világon az emberek, avval a hiedelemmel, hogy mennyire dolgozni reggel, és akkor dolgozzál 40 évig, vagy most már 50 évig lassan, vagy 60 évig, és akkor majd lesz valahogy a nyugdíj. Ezt azért mondom, mert amikor átkerülsz ugye a másik oldalra, hogy elkezdesz változni, akkor megjönnek azok a támadások, hogy ezt te miért csinálod, hogy jössz te ahhoz. És hogyha beírsz most egy számot magadnak, hogy mennyi az a pénzösszeg, amennyit szeretnél, mert nem muszáj ide beírni, hanem magadnak leírod, de ezt most komolyan mondom, nézzétek meg, hogy mennyi munkával lehet azt megszerezni, azt a pénzösszeget. Voltak ilyen tanulmányok így cégeknél, kiküldtek hírlevelet embereknek ilyen kérdése, hogy mennyi lenne az a pénz, amennyivel, hát úgy kényelmesen el tudnának az adott országban élni. És képzeljétek el, hogy ezek az összegek nem sok összegek voltak. Tehát az embereknek a választóvonal az, amikor kifizette a számláját, kifizette a mindenféle ilyen járulékos költséget, és megmarad annyi összeg, hogy ne kelljen azt nézni, hogy most mi mennyibe kerül a boltba, még a hó végén se. És ez az összeg, képzeljétek el, itt a kelet-európai régióban ugye olyan 1000-1500 euró környékén már egy jó dolognak számít, de a választó vonal az a 3500-4000, max. 5000 euró, vagy 5000 dollár, de nem többet mondtak az emberek. Hanem tudjátok, az 1500-tól 4500 euróig. Ez volt az államhatár. Nem mondtak nagyobb összegeket a kérdésekre válaszolva, ugye hírlevelekben, mert nem is mernek álmodni nagyobbat az emberek a hiedelemrendszer miatt, meg igazán az első 1500, havi 1500, vagy 2000, vagy 3000, vagy 3500 euró megkereséséig kell eljutni nagyon soknak, és utána már nagyobbat mernek álmodni azért, mert megkeresték azokat a pénzeket már havonta. Én emlékszem rá, amikor átléptem a határokat, ezeket a pénzügyi határt, akkor jutott ez eszembe, hogy te jó ég, nem mondhatunk embereknek nagyobb összegeket, mert leforrázzuk őket, mert sokkolónak hangzik. Nagyon vigyázni kell erre egyébként, amikor te is ajánlasz egy üzletet. Figyeljetek ide, a network marketing és a biztonságos network marketing annyit tud fizetni, hogyha ezeket kimondanák, ezeket az összegeket, az emberek hanyat homlok elmenekülnének, mert úgyse hinnék ezt el. Ugye vannak közöttünk már digitális nyugdíjasok, akik direkt nem is mondják, hogy mennyi az összeg, mert elriasztana sok embert. Mert rögtön az jön be, hogy ez biztos, hogy feketén megszerzett valami, nem tudom milyen ilyen szektáns dolognak tartják ezt, hogy valami brutál nem jó rezgéssel megszerzett pénzet. Így van, vagy nem? Tehát mindig bebírálják a networkereket. De viszont nézd meg most saját magadat, hogy tudsz-e egy filozófiába, mindjárt mondom a filozófiát, egy kicsit mélyebben velem nézni. És a következő a filozófia. Kitettem egy képet ide be a csoport, jó, mert mondtam, betettem egy képet ide a csoportba a hármas stratégia lényegéről. És arra kérlek benneteket tényleg, egy józan paraszti ésszel, tudod így, leülsz, gyújtasz egy gyertyát, előveszel egy üveg borocskát, így este, és filozofálj el rajta, gondolkozz el rajta, hogy ott van az a cég, amiben vagy. Azt kéne menedzselni egy picit, és a megszerzett összegből még többet csinál. Hogyha idáig így le tudsz ülni, és ha belemész a részleteibe, akkor nem fogsz tudni aludni. Mert elkezd működni, hogy elkezdesz cselekedni.
És nézd meg azt az intervallumot, hogy emberek mennyit gűriznek azért az összegért, amit az elején mondtam, hogy soha nem is érik el, mert fizetéstől fizetésig élnek, vagy pedig azt mondja, hogy jó, akkor képes vagyok megtanulni, mondjuk a hármas stratégiát, képes vagyok egy picit úgy leülni és számolni, és azon gondolkozni, hogy hogyan tudok például 10 embert behozni a hálózatomba. 10 embert. 10 olyan embert, aki befizet mondjuk $25, vagy befizet $45, attól függ, hogy milyen kategória embert tudsz behozni. Mert ugyanis 10 olyan embert, aki befizeti mondjuk a $25, hogy tudja menedzselni az üzletét, akkor az neked $250 jelent. Tudom, hogy nem szeretek a számokat, de néha le kell ülni és számolni. Én most nem ilyen köröket akarok rajzolni, hozzá be ennyi embert, aztán ők is behoznak, és hogy mekkora hálózatod lesz. Hanem te saját magad rajzold le ezt. Leülsz, és azt mondod, hogy jó, akkor szükségem van mondjuk $1500, vagy 1500 euróra, mindegy, hogyan tudom azt megszerezni? És utána rájössz arra, hogy oké, ennyi ember kell behozni a hálózatomba, mert utána ez havonta, folyamatosan, passzívan ott lesz a számlán. Ez az összeg. Azért mondom, hogy üljetek le, mert én leszoktam így ülni, nem szeretek így tervezgetni. Tehát kategorizálni, és erre az információra ráültetni egy visszautasíthatatlan ajánlatot. Tehát leültél, elkezdtél rajzolni, köröket nyugodtan rajzolsz, beleírod a számokat, hogy 25 vagy 45, az a dollárocska, és hogy be tudsz-e ajánlani, tehát tudsz-e olyan ajánlatot adni, amire az emberek így beindulnak. Meg kell vizsgálni mindig a nemeket, hogy miért nem akar például valaki. Ki fog derülni egyébként az, hogy a problémák ott vannak, hogy a hiedelem rendszerükben van baj. Hogy már megjártam, hogy már csatlakoztam valamilyen céghez, és nem jött be, hogy már tudod, és akkor ezeket írd le, ezeket a kérdéseket, hogy miért nem esetleg. Mert a problémákat kell kezelni. Azt, hogy a Kassa Tamás is ugye a lezárás specialista, hogy a problémákra kell megoldásokat adni úgy, hogy ne te add a megoldást, hanem ő találja ki a megoldást. Hogy ugye, mondják nekem is a hármas stratégiára egy páran, ezt lenne nevetek rajta, hogy ez már egy lefutott dolog. De mitől lenne lefutott? Hogy van egy cégem, és azt tudjam menedzselni. Ez egy lefutott dolog. Hogy pénzt keresek azzal a legkisebb összeggel, hogy abból tudjak egy nagyobbat kreálni, és egy olyan üzletbe befektetni, ahol direkt arról szól, hogy tegyél be bizonyos összeget, és azt megfiatatjuk. Tehát ez egy lejárt dolog, őszintén. És arra gondoltam, hogy meg kell tanítani az embereket, másképp gondolkozunk, de úgy, hogy mi gondolkozunk másképpen. Épp erről fogunk beszélni nem sokára, egy ilyen mesterelme tréninget hívok össze, hogy hogyan tudsz úgy ajánlatot adni, hogy ezt ne tudják visszautasítani, és a válasz sehogyan. Neked kell lenni az ajánlat. Tehát azért mondom, hogy te fölhívhatsz embereket, meg beszélgethetsz emberekkel, de igazán nagyobb mester az, akit fölhívnak. Ugyanis az emberek, hagyjátok, hanem fordítva vannak bekötve. Nézzétek meg, hogyha úgy ajánlasz valakinek valamit, hogy ismernek. Tehát más kategória az, amikor tényleg ismernek, mert tényleg tudják, hogy te ki vagy, és mikor meglátják a telefonodat, nem elmenekülnek, hanem úgy de jó, fölhív, mit akar, biztos valami jót akar. Tehát ezt ki kell vívni, ami nem egyszerű, de egyébként inkább nem könnyű, de egyszerű. Amikor látják, hogy te adod az ajánlatot, az egy más kategória. De amikor még nem vagy ismert, akkor
esélyed nincs arra, hogy fölhív valakit, és azt mondod, hogy fiú, emlékszem, hogy óvodában együtt jártunk, és most lenne egy üzleti ajánlatom. Esélyed nincs, hogy ne röhögjön ki, hogy hagypálj hülyeségeddel. De látják, hogy te nap mint nap, ő arcodat adod egy olyan dologért, és lelkesen adod az arcodat egy olyan dologért, ami tényleg egy biztonságos, egy jó dolog, akkor már megteheted azt, hogy fölhív valakit, hogy figyú, nem tudom, követed az írásaimat, vagy a blogjaimat, vagy a videóimat, értem, elém került a valahogy a profilod a Facebookon, hogy tudunk egy picit beszélni. Ez is egyébként egy kicsit kényelmetlen dolog, mert én ezt nem csinálom. Hanem ugye mindig fölhívnak, hogy fiú, látom a videódat, már egy ideje figyelnek, most jött ez a pillanat, hogy most föl kell, hogy hívjalak. És akkor elkezdődik a beszélgetés. Mennyivel másabb ez a beszélgetés? Egyszerűen így próbálnának benneteket tanítani arra, hogy hogyan szólíts meg valaki, de nem tudnak megtanítani, mert én nem csinálom. Nagyon ritka az, de nem. Tehát már régen nem csinálom, mert nincs rá időm, mert mindig fölhív valaki. Ha meg mégis olyan indítatásom van, hogy figyú, most meg akarok neked mutatni valamit, akkor csinálok róla egy videót. És azt teszem oda, csak annyival esetleg, hogy figyú, ezt fontos lenne, hogy megnézz, légy, jelezd vissza. Ennyi. De ahhoz egy ütős videót kell csinálni. Érted? De ezért tanítalak benneteket videót készíteni, mert ott van az a kis kamera, amiben most én belebeszélek. És el tudod, képzeld, elkezdesz gyakorolni videót csinálni, és ugye lerajzoltad magadnak a köröket, nézed, hogy mennyi ember kéne behozni, megnézed termékügyileg, hogy milyen ajánlatot tudnál adni, meg pénzügyi oldalról milyen ajánlatot tudnál adni. Csinálsz egy olyan videót, hogy miért találtál erre rá, mi volt, ami fölgyújtotta benned a szikrát, és mi az, ami megoldotta neked. Tudod, csinálsz egy ívet a videónak, és ezt oda teszed annak az embernek, hogy szeretnél esetleg behozni, és ugye előírod neki, hogy ezt nézel meg, ezt teljesen más lesz az egész, mint hogy most hívogatod föl meg ilyen dolgokat csinálsz. Akkor nem igaz ez, de mindenek van valami kicsi cáfolata, hogyha te egyébként offline-ban jó vagy. De például az egyik szponzorom az ilyen szállítmányozással foglalkozik, embereket szállít ide-oda az országba, meg külföldre, és természetesen az utasoknak ő beszélget az utasokkal, és akkor mikor odaér a dolog, akkor megemlíti azt, hogy ő mivel foglalkozik. De ott is az, hogy megkérdezik tőle, hogy hát most minek álltál már meg a parkolóban, mint te mit csinálsz a telefonoddal. És akkor csak annyit mondok, hogy semmi, csak a befektetéseimet leellenőrizem, most megint vettem egyet, és akkor megkérdezik, hogy milyen befektetés. És akkor már elindul a beszélgetés. De itt is őt kérdezték. Értitek? Tehát az emberek fordítva vannak bekötve, és ha mindig azon gondolkozol, hogy tudod, a visszautasíthatatlan ajánlat, akkor nagyon, nagyon sok ötletet fog jönni. Olyan ötlet, amit te se utasítanál vissza. Tehát én például láttam a hármas stratégiát, ami tényleg megoldást ad sok-sok networkernek. Tényleg megoldást ad annak is, akinek jó megy a network cége, mert lehet, hogy ő meg attól fél, hogy hát talán lehet, hogy az alsó vonalnak meg nem megy annyira jó. És egy picit megállok. Van egy pár olyan emberke, aki neki jó megy a network dolog, hál' Istennek elég sokan vannak, de elkövetik azt a hibát, hogy ott csücsükélnek fönn a trónon. Ők már nem nagyon adogatnak el, hanem látják, hogy a hálózatban milyen jó sok jövedelem van. De időkérdése, ha ő nem menedzseli a hálózatát, nem fogja a kezüket, tudod, nem tüzeli be őket különböző dolgokkal, akkor fölolvad a hálózat. Tudjátok, hogy miért? Mert ugye
ha nem tudja menedzselni egy szponzor a hálózatát, és a hálózat se tudja menedzselni magát, meg az ő hálózatukat, akkor egy idő után eljön az a pont, amikor, és nagyon sokszor eljön, amikor ugye egy mély repülésben van az üzlet. Mindig ilyen hullámokban vannak az üzletek, minden üzlet. És amikor a mély repülésben véletlenül kap egy jobb ajánlatnak tűnő valamit, akkor oda fog, be fog lépni. Be fog lépni. És ha netalántán megtalálja a biztonságot, és hamarabb tud esetleg ott pénzt keresni, ott fog maradni. És neked kell adni azt a visszautasító ajánlatot, hogy te meg tudod tanítani, menedzselni. Meg tudod tanítani, menedzselni az ő cégét. Mindig visszatérek a hármas stratégiának a középső részére, hogy meg kell tanulni az automata stratégiák kiépítését. Érdemes inkább úgy mondom. Nem kell itt semmit persze, de érdemes megtanulni, mert másképp le fognak maradni, akik nem, ezt nem tudják. Mert a gyenge, az állatvilágban úgy mondja, a gyenge az erőshöz húz. Nem fordítva. És az emberek mindig szeretnek az erős vezető mellett lehorgonyozni, mert tudják, hogy itt biztonságban vannak. Én is szeretem az erős vezetőket, nem azokat, akik megmondják, hogy hanem segítenek, és pontosan oda tudnak terelni a forráshoz, ahol megtudom a jó információkat. Tehát nekünk, nektek, az, annak kellene egy visszautasítani az ajánlatnak, hogy te olyat tudsz nyújtani, hogy oda tudod adni azt a sorozatot például, ami alapján ő meg tudja tanulni a dolgokat. Itt megint meg kell egy álljak egy picit. Maga a menedzselés az nem arról szól, hogy te leülsz, megosztod a képernyődet, és folyamatosan állandóan vért izzadtok, hogy valamilyen dolgot ugye beállítsatok. Én nagyon sokszor csináltam ezt. Azt hittem, hogy ez a menedzselés. És nem az. Mai napig is vannak dolgok, amikor oké, megosztjuk a képernyőt, csinálunk ilyen lépéseket, de ha ezt nagyon sokszor csinálod, nagyon sok embernél, és őket is erre tanítod, akkor kinevelsz egy teljesen kiégett, megfáradt, megkeseredett társaságot, és ott fognak a francba hagyni. Ki az, aki tapasztalt már ilyet? És akkor mit kell csinálni? Egy jó közlekedési rendőrré kell válni, aki megmutatja, hogy milyen válasz van milyen kérdésre. Milyen kérdésekre milyen válasz van a különböző videókkal, ezt meg lehet tenni. A videóból való tanulás, ami feladatunk. Meg kell tanítani az embereket videókról tanulni. Mert a videók azok úgy vannak összeállítva egy ilyen menedzselési stratégiánál, pontosan úgy érzed magad, mintha meg lenne osztva a képernyője. Mint a képernyő meg lenne osztva. Ugye beszélgetsz a szponzoroddal Skype-on, meg van osztva a képernyő, és akkor mondjuk megkérded azt, hogy hogyan lehet egy hírlevelet előállítani, vagy megcsinálni. És akkor lépésről lépésre, így óvatosan a videó mutatja, hogy tudsz egy hírlevelet elkészíteni, vagy egy kampányt elkészíteni. És ezt én úgy csináltam mindig, hogy néztem a videót, és én ugyanazokat a lépéseket begyakoroltam, ami a videón volt. Hogyha ezt a szponzorral csinálod, akkor a szponzor mondja, hogy figyelj, Gyurikám, most ide kattintasz, oda kattintasz, így, most itt látod ezt? Izé. És akkor tényleg pikpak így összerakjátok az oldalt, ugye? Hát nem. Tudjátok, hogy miért nem? Mert vannak akadályok. A rossz az internet kapcsolat. Kiderül, hogy nem is tudja megosztani a Skype-ot. Meg kell tanítani egy csomó olyan dologra, ami idegőrlő tud lenni. Ne higgyétek el, aki már ezt gyakorolt, az tudja, és nagyon kell gyakorolni olyankor a türelmet.
de elmegy egy csomó időd. És ezt sok embernél kezdett csinálni, előbb-utóbb egy teljes idegroncs válik belőle. Így totál hülye leszel. Ha nem hiszed el, próbáld ki, de inkább ne, mert hogy belilúz teljesen. És tudod, mit csinálsz? Így olyan ideges leszel, hogy még a legtürelmesebb ember is néha így totál idegroncs lesz a nap végén, mert tudod, nézed, hogy így forog a videó megosztás, mondjuk egy Skype-on, és nem akar betölteni, és sehogy, és nem tudod ezen túltenni magad, és akkor már tudod, hogy már menni kéne, és persze vannak kivételek, amikor gyors az internet minden, de ezt nem lehet csinálni, azt akarom mondani, hanem mindenről videót kell készíteni. Amikor csinál valaki egy új stratégiát, vagy egy új hírlevelet, vagy bármi, én ezt csinálom. Folyamatosan videókat csinálok. És vannak ezek a gyakran ismételt kérdések, szépen felsorolom, és megnézem, ez el van mentve magamnak, megnézem, hogy valaki kérdezett valamire. Ha van időm, akkor megcsinálok egy asztal megosztást természetesen, de ha nincs, akkor meg oda teszek egy videót. Tehát ez is tulajdonképpen egy visszautasítatlan ajánlat, hogy te ezt meg tudod tenni. Képzeld el, hogy te mondod azt, hogy igen, jó a te céged, tudod-e menedzselni, mondják rá, hogy hát én annyira még nem, de szeretném online, és akkor jön a kérdés, hogy hogy. Hát nagyon egyszerű, lépésről lépésre megvan az, hogy videókban hogyan kell dolgoznod. Saját tempódba földolgozhatod az anyagot. Tehát csak akkor tudja a jelöltet földolgozni az anyagot, ha ő akarja, meg hogyha ő képes megtanulni videókról dolgozni. Hát baromi nehéz, megnézi a videón a lépést, leállítja a videót, és ő megcsinálja a lépést. Utána elindítja a videót, következő hova kattint, én is oda kattintok. Baromi nehéz, de őszintén ez így nehéz. Ezt kell megtanítani az embereknek. És utána szépen mindenki ugyanezt tanítja tovább, mindenkiből egy jó közlekedési rendőr lesz, és az egésznek a röhelye az, hogy te ezért pénzt fogsz kapni. Azért, mert megmutatod, hogy hova kell menni. Olyan ez, mint hogyha kint lenne egy közlekedési rendőr mondjuk a Róma belvárosában, nem tudom, autóztatok-e már, ugye Olaszország az egy érdekes terület, és akkor sokszor látjátok, hogy Rómában ilyen közlekedési rendőrök irányítják a forgalmat, mert annyira le tud állni. És akkor menni a Kolosseum fele, mutatja a rendőr, hogy arra van a Kolosseum, és te még fizetnél is a rendőrnek, hogy megmutatta neked, hogy arra van a Kolosseum. Körülbelül így képzeljék az elétek ezt az egészet. És amikor így rajzolgatod a köröket, ezen az egész filozófián egy kicsit gondolkozol, akkor rá fogsz arra jönni, hogy mi a jó ég, kerestem én egy munkahelyen. Mi a francot csináltam ott, mert ez sokkal nehezebb. De tényleg, így gondolkozzatok el azon, hogy melyik a könnyebb. Megtanulni saját tempódba úgy, hogy nem is szól hozzád senki, hanem abban az ideg állapotban, amiben te vagy, tanulgatsz. Csinálod, míg tanulsz, biztonságba érzed magad, mert pénzt keresel, mert ezt tudod ajánlani másnak is, a pénzt azt be tudod fektetni, te magyarul biztonságba érzed magad, egy jó hangulatba telik a napod, és ha megkérdezik tőled, mit csinálsz, akkor azt mondod, hogy figyelj, nem fogod elhinni. Saját tempomba tanulok a neten, és fizetnek érte. Na, mi ez, hogyha nem egy visszautasíthatatlan ajánlat. Saját tempódban tudsz tanulni, és még fizetnek is érte. Vagy van ennek még egy kategóriája, az okosok ezt csinálják, amikor azt mondják, hogy nekem nincs kedvem tanulni. Azt az egyet megtanulom, hogy tudok én ajánlani. Tehát azt mondod, hogy hagyj már engem ebből a hülyeséggel, hogy én most tanuljak értékesítési csatornákat készíteni, akkor ne készíts. Így könnyű, ne készíts.
Tanuld meg, hogy hogy kezd ezt ajánlani. Gondolkoztál már ezen? Mert mondják nekem sokan, hogy jaj, Viri, ez már lejárt dolog, hát senki akar itt értékesítés csatornát csinálni. Én biztos. De lehet, hogy sokan nem. Akkor ne csinálj! Basszus, ne csinálj értékesítés csatornát! Az más dolog, hogy a hálózatod az ugyanazt másolja, mint te, de még így is tudsz nyerni, ha okos vagy, ha megtanulod azt a visszautasított ajánlatot, hogy ajánlani tudjál megtanulni. Ajánlani. A pénzügyi részét. Tanuld meg ajánlani. És ha megkérdezed tőled, hogy te mit csinálsz, akkor annyit mondjad, hogy hát figyelj, egy 25 dolláros ajánlatot ajánlok az embereknek is. Az emberek elfogadják, és én kapok utána 25 dollár. Micsoda? Mi hol? De nem érti. Hát figyelj, most van időd egy picit, hogy leüljünk, vagy nincs időd. Ha nincs időd, menj fel a weboldalamra, nézd meg. Ha meg van időd, akkor le is ülhetünk. Ha éppen offline-ba beszélgetsz valakivel. Vagy ha nem offline, ugye online, akkor meg annyi, hogy figyelj, nézd meg a weboldalamat. Mondok erre egy jó példa. Volt egy mesterünk, Dave Wood, aki elmondta, hogy volt egy szakácsa, egy ilyen bejáró nős mindenféle ezért, és akkor kérdezi tőle a szakács, hogy te mit csinálsz? Mert ugye ez egy luxus lakásban, Dave állandóan fürdött a medencébe, jöttek, mentek ott a barátok, tehát élték az életüket, és megkérdezi, hogy mit csinálsz? Azt mondja, úgy csinálni, de megy fel a weboldalamra. Tehát mondd már le mégis, hogy mit csinálsz? Menj fel a weboldalra, nézd meg. Nem mondtam meg, hogy ő mit csinál. De úgyse hinnéd el, most üljek le, és akkor így magyarázzam, hogy most hírlevél, meg blog, meg úgyse hiszi el. Azt mondja, volt még azt mondta, hogy kábítószer tárolok. Tehát valamit mondott, azt mondja, úgyse igaz, de úgyse hinnéd el, nézd meg a weboldalamat. És egyszer látja Dave, hogy be van regisztrálva alá a szakácsa, és akkor és majd dolgozgat. De értitek a varázslatot itt? Egy visszautasítatlan ajánlatnak neki kell lenni. Hogy kíváncsiak legyenek, hogy mi a jó eget csinálsz te. Én ezért csinálom a kajakos videóimat meg. Ugye van most az a vlogolás, a vlog. Egyre többen csinálják. Most látom, a Solbert Norbi is elkezdte a vlogolást. Elég pancsár bolyan csinál, mert nem néz bele a kamerába, nem így magyarázom, hanem írok már neki, hogy nézzem már bele a kamerában, sokkal jobb lenne, bár nehogy szó érje a ház előtt, imádom az ő tevékenységet, mert le a kalappal előtte, de ha már vlogol, akkor úgy, hogy a kamerában nézem bele. Na mindegy, a vlog az annyi, hogy itt el beszéltük a Debrecen Zolival, hogy egy 5-10 perces picike kis szösszenet, ami tulajdonképpen egy visszautasíthatatlan életformát mutat. Vagy egy olyan ajánlatot, amit a weboldalon, egy picit, vagy egy videón, egy linkkel összekötve többet megtudsz róla. Nézd az utcán, az élet stílust mutatod, vagy egyszerűen csak sétálsz az unokáddal, és csinálsz ott egy videót. Értitek? Nem csak lesz egy meglepetésünk, pénteken csinálunk egy pár vlogot egy kabrióba, meglátjátok, hogy bóckodunk egy picit, de nagyon nézetté lehet csinálni egy ilyen humoros videót, ami megint egy visszautasíthatatlan ajánlatot takar. Mert valaki csak mondja a dolgokat, valaki meg csinálja is, és úgy vonza be az embereket. Tehát értitek? Tehát most ugye a házi feladat az lenne, hogy nézzétek meg, hogy te hogyan tudnál visszautasíthatatlan ajánlat lenni. Hogyan tudod tálalni azt az üzletet, amiben benne vagy, hogyan tudod ajánlani magadat. Értitek? Hogy segítsek ebben kapcsolatban, létrehoztam ebben kapcsolatban is egy külön Facebook oldalt. És most azért csináltam, mert ugye az egész, amit most csinálom, az egy teremtés tréning oldal, aminek különböző részeit tárgyalgatjuk. De itt is vannak olyan emberek, lehet, hogy te is itt vagy azok közül, akik most ez nem érdekel, amit én mondok,
Itt ezen az oldalon speciális tréningeket fog mutatni, és speciális hanganyagokat, videókat, mestertréningeket fogok föltenni azért, hogy ahhoz jusson el, aki ez tényleg érdekel. Ne untassam azt az embert, aki azért jött ide, hogy hát más szeretne hallani. Akkor ő még komolyabban ott abból a témából, hogy a három stratégia témából még komolyabban fog anyagokat kapni. Lépésről lépésre, különböző guruflikat, hogy kell, mondjuk egy ezotérikus videóval csatlakoztatnod a saját magadhoz embert úgy, hogy ne kell neked külön megkeresni. Tehát ilyen apró ilyen őrültségeket ott meg fogok osztani. Tehát, hogyha téged érdekel ez, akkor ezt csak jelentkezed a csoportba. Az a címe neki, hogy hogyan adja bárkinek bármit, tehát egy ilyen hármas stratégia humoros oldal lesz ez, vagy már készen van, és ide teszem majd a linkjét, ide az én videóm után, és akkor csak annyi, hogy rákattintasz, és már benne is vagy a csoportba, és vagy ez egy oldal, nem is csoport, ez egy oldal, és arra kérlek, hogy ha van olyan ember, akit ez érdekelhet, akkor ezt így húzd be ebbe az oldalba. Egy darabig nyitottá teszem ezt, és akkor megvan az a társaság, akit én úgy látok, hogy érdemes ilyen jó kommunikációkat adni, tehát még mélyebbre bemenni, akkor utána le fogom zárni. Utána nem lehet bejönni. Egyáltalán. Tehát utána ezt nem fogom így kiszélesíteni, mert pontosan elég az a mag, akiket nem kell győzködni, és velük akarok egy magasabb szintre lépni. De tényleg csak akkor, amikor te szeretnél. Úgyhogy várlak benneteket, akik szeretnél, akik meg nem, őt is üdvözlöm, maradhat ebbe a csoportba, és itt is ugyanúgy reggelente jönni fog, de oda milyen speciális videókat fog tenni. Na, hát ennyi volt a mai reggeli tréning, remélem tudtam egy kicsit tüzet gyújtani bennetek, és akkor találkozunk a következő videóban, illetve a másik csoportokban. Sziasztok!